Ezek a felvételek Érolasziban készültek 2018. augusztusában, akkor 45 sertésgazdaságban pusztította kor, összesen 336 jószágot altattak el a Bihar megyei állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági igazgatóság szakemberei, tették teherautóra, majd égették el. Az önkormányzat akkor fertőtlenítő pontokat hozott létre a település kijáratánál, de csak ideig, óráig sikerült megakadályozni a kor terjedését, az afrikai sertéspest is ismét pusztít Bihar megyében. Míg augusztus elején 18 gócpontot tartottak nyilván, számuk szeptemberre elérte a 30-at, legutóbb három településen, Értarcsán, Mezőtelkiben és a Dernához tartozó Újsásteleken fedeztek fel új eseteket. A fertőzött településeken ellenőrzés alá helyezték a sertésállományt, fertőtlenítették a telepeket és megtiltották az állatok szállítását. Ezelőtt több mint egy éve volt egy esetünk, azóta a hál' Istennek elült. Most két hete Értarcsán egy családnál, és most pénteken meg Gálos Petribe egy családnál tanáltak bebizonyítva sertéspest is gócot. A megyei állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági igazgatóság sikerként könyveli el, hogy az érszőlőshöz tartozó erdőtelepen sikerült megfékezni a kor terjedését, így ott megszüntették a kényszerintézkedéseket. Az afrikai sertéspest is az emberre nem veszélyes. Mivel nem létezik ellene védőoltás, a megfertőződött állatok kivétel nélkül elpusztulnak. A hatóságok továbbra is azt kérik a lakosságtól, hogy amennyiben fennáll a sertéspestissel való fertőzöttség gyanúja, azt azon a jelentség, hiszen csak is a szigorú állategészségügyi előírások betartásával lehet elejét venni a kor további terjedésének. Hetedik alkalommal szervezték meg Nagyváradon Közép-Kelet-Európa legkisebb kulturális fesztiválját, a Holnap Festet. A Várad Kulturális Folyóirat és a Holnap Kulturális Egyesület 2012-ben alapított társművészeti rendezvénye soha nem akart tömegeket megszólítani, de a szervezők a kezdetektől fogva arra törekedtek, hogy minél szélesebb körben megismertessék és megkedveltessék a kortárs irodalmat és kultúrát. Mi legszívesebben mindenkit megszólítanánk. Kialakult ugye az a törzs közönsége, aki mondjuk az irodalmi esteken is jelen szokott lenni, idősek, fiatalok egyaránt jelen vannak, nyilván mi bárkire nyitottak vagyunk, próbálunk is olyan programokat szervezni, ami azért azokat a fiatalokat is megszólítja, akiket nehezebb manapság becsábítani ilyen rendezvényekre. A változatos és sokszínű programsorozat az élő Várad performanszal vette kezdetét, majd a Váradról indult és váradi kötődésű vendégek előadását hallgathatta a közönség. A meghívottak között volt Vindis Andrea színművész, Szabóká István, aki 4 évig volt a Nagyváradi Szigligeti Színház főrendezője és művészeti igazgatója, valamint Darvai Nagy Adrien színháztörténész is, aki Hamlet Tomán könyvsorozatának legújabb, Bánkbán a magyar Hamlet című kötetét mutatta be. Katona József eleve egy Hamlet típusú ember volt. Bánkbánnal önmagát identifikálta rossz szóval, és ugyanígy egy utazást járhatnak be, akik a Bánkbánt elolvassák, és értően fognak állást, és értően nyúlnak a darabhoz. Ez persze általában rendezők feladata lenne. A Bánkbánnal tulajdonképpen a magyar nemzeti karaktert ismerhetjük meg. Ahogy a Hamlettel, miután ez egy világdráma, az embert magát általában, a Bánkbánnal a magyart magát, a magyar nemzeti karaktert, és igazából a történelmünket is egy kicsit, hogy miért alakult úgy, ahogy alakult. Ez mind benne foglaltatik a Bánkbánba, ami pontosan 200 évvel ezelőtt érte el a szerzői példánynak megfelelően a mai állapotát. Ami természetesen azóta a dramaturgok nyilván a korhoz egy kissé illeszkedőbben fogalmaznak meg, de alapvetően nem változik. A szervezők a 3 nap programját úgy állították össze, hogy szinte minden művészeti ág képviseltette magát. A könyvbemutatók és különböző irodalmi programok mellett képzőművészeti, zenei és színházi rendezvények is helyet kaptak, így igazi összművészeti fesztivállá nőtte ki magát a Holnap Fest. Ragadj el innen, város, kik messze kirepültek, sose térjenek haza, ó, kapj fel innen, város,
ragadj el innen, város, kik messzem kirepültek, sose térjenek haza. Szüreti felvonulás és mulatság volt Pap Tamásiban szeptember 3. vasárnapján. Az alkalom hivatalos megnyitóját a 10 órakor kezdődő istentisztelet adta, ahol a 81. Zsoltár intermeit felolvasva, melyek a karmesternek, a szőlőtaposó kezdetű ének dallamára szólnak, áldást kértek az idei szőlőtermésre. Szüretnek érkezett el most az ideje, szavamat mindenki erősen figyelje! Fogadjátok el meghívónkat a szüreti bálba, legyen mindenki vendége nagy mulatságba. Lesz is ott majd dínom, dánom, eszemiszom reggelig, hagyományunk így marad fenn a következő szüretig. S akik mulat is szeretnének, induljanak mind a bálba, jöjjön kinek bírja lába. Ropog a tánc, szól az ének, táncolnak majd ifjak, svének. Aki nem jön el a bálba, ekkor a kovászos uborka nőjön az orrára. Húzzá! A templom előtti térről régi hagyományt követve dobpergéses hangos szóval, hívogató rigmusokkal és tánccal indultak a fiatalok a felvonulásra. S hogy miért fontos mindez, arról Matyi Miklós polgármestert kérdeztük. A mai gyerekek, a mai fiatalok inkább az internet, a telefon bűvölik, de örülök, hogy Pap Tamásiban, a múltban is, a múltrendszerben is, és azóta is minden évben sikerül megrendezni a hagyományőrző szüreti bált, és most az utolsó években végtelenül hálás vagyok, hiszen lehet ez egy idősek szépkorak találkozója, lehet az egy falunap, lehet az egy hagyományőrző szüreti bál, mindent Isten tisztelettel kezdünk, és hálát tudunk adni, hála Istennek ma is hálát adtunk ezért a mai napért, áldást kértünk erre a rendezvényre, a gyermekeinkre, és végtelenül büszkék vagyunk arra, hogy hagyományainkat megőrizzük, népviseleti ruhát csináltattunk a gyerekeiknek, tehát én azt mondom, hogy ezt így kell csinálni. Lobasszekéren egy-egy tánc bemutatására megállva járták végig Pelbárt hida, Nyüved és a községközpont utcáit a bocskaiba öltözött legények és a hímzett ingújat, kötényt, piros pártát büszkén viselő leányok. 14 pár gyűlt össze, aközt van 2 kicsi párunk, ők a legkisebbek, ők első évben jöttek, 3 kislányunk van még a fiúknak közben 2-2 párjuk, mert nem sikerült annyi fiú. Ma pedig bejárjuk Nyüvet, Pelbátid és Tamásit. Nagyon jó idő lett ránk, hála Istennek. Este pedig az éjfély tánccal zárjuk. A bálnak a Pap Tamási Kultúrház adott helyet. Vendégként érkezett Szabó József, az RMDSZ megyei ügyvezető alelnöke, aki emléklapokat adott át a Gilice Néptánc csoport és az Ödüsszej Mazsoret csoport minden tagjának, megköszönve az idei virágkarnevál virágkocsiainak fogadásakor bemutatott táncukat, mellyel hozzájárultak az esemény fényének növeléséhez. Majd éjfélkor megkezdődött a szüreti bál. Nagy arányú vereséget szenvedett a székelyhídi törekvés csapata a Bihar megyei első osztályú labdarúgó bajnokság 5. játéknapján. A szeptember 22-én vasárnap Bihar-Szentandráson pályára lépő 2 csapat összecsapásán a hazaiak esélyt sem hagytak vendégeiknek, és egy kiütéses győzelmet arattak. Végeredmény Bihar-Szentandrási Krisul, székelyhídi törekvés 7-1, az 5. forduló eredményei. Borsi Vítorul, Nagyváradi Universitátja 2-1, Fugyivásárhely, Nagyszalontai Olimpia 4-1, Élesdi Krisul, Bihardiószeg 2-3, Madarász, Érmihályfalvi Unirea 6-1, Nagyváradi AC, Mácsapusztai Unirea 2-1, Belényesi Bihorul, Vaskó Sziklás 0-2, Telekdi Foresta, Bihar-Szentmárton 2-2.
Győrben rendezték meg a Román Kupa megyei szakaszának negyedik fordulóját. A töri hazai pályán volt érdekelt, az ellenfele a Borsi Vitorul csapata volt. A vendégek az első félidőben nagyon rövid időn belül kétszer is betaláltak a töri kapujába. Az első félidő végén a töri szépített, de a második játék részben hiába dominálta a pályát. Az egyenlítés nem jött össze. Székelyhídi törekvés, Borsi Vitorul 1-2. További eredmények: Bontesdi Zorile, Nagyváradi AC 1-4, Belényesi Glória, Bihar Szent Andrási Krisul 0-3, Nagyváradi Universitátia, Mácsapusztai Unirea 3-1. A hatodik fordulót rendezik ezen a hétvégén a megyei bajnokságban, amikor is a tabellán jelenleg 12. töri, hazai pályán fogadja a bajnokságot jól kezdő, a negyedik helyen tanyázó Fugyivásárhely csapatát. A mérkőzésre szombaton, szeptember 28-án kerül sor, 17 órai kezdettel a székelyhídi sportpályán. A hatodik forduló további mérkőzései: Vaskó Sziklás, Nagyváradi AC, Nagyváradi Universitátia, Érmihályfalvi Unirea, Bihardi Jószeg, Belényesi Bihorul, Nagyszalontai Olimpia, Telegdi Foresta, Bihar Szent Márton Élesdi Krisul, Bihar Szent Andrási Krisul, Madarász, Mácsapusztai Unirea, Borsi Vitorul. Hivatásos C és E kategóriájú teherautóvezetői jogosítvánnyal rendelkező kamionsofőrt keres a Bihar-püspöki székhelyű Adeco Art szerele vállalkozás. A cég Románia, Európai Unió Románia útvonalakra keres megbízható sofőröket. Jelentkezni a 0724 27 45 00-as telefonszámon lehet. Székelyhidat nyugodtan nevezhetjük a pincék hazájának, hiszen négy nagy pincesort is számon tartanak az itt élők. A Zajgót, a Csengős bótot, a Királykút oldalt és a Sósútit. Ezek közül a legnagyobb és legismertebb a Sósúti, ahol összesen 48 pince található, legtöbbjükbe villanyáram és víz is be lett vezetve. Az Érmellék számos hírességgel büszkélkedhet, szinte felsorolni is nehéz azokat a költőket, írókat, művészeket, politikusokat, akik munkájukkal beírták magukat a történelembe. Az Érhangja Egyesület egy nyári biciklitúra során az irinyi testvérek életéhez fűződő fontosabb helyszíneket igyekeztek végigjárni. Az elkészült kisfilm Irinyi János és József életének érmelléki helyszíneit mutatja be, és azt, hogy miképp őrzik emléküket ezeken a településeken. Az első állomás Albis.
A kisfalu Bihar megye északnyugati részén, Margitta városától 11 kilométerre fekszik. Az érmelléki települést legegyszerűbben északi irányból, a 19-es főútról Ottománynál letérve, Érbogyoszlón keresztül közelíthetik meg az ideérkezők. Bár a település saját közigazgatással nem rendelkezik, hiszen közigazgatásilag Érbogyoszlóhoz tartozik, mégis több olyan híres szülötte is volt, akik történelmet formáló munkát végeztek a Kárpát-medencében. Ilyenek voltak az irinyi testvérek is, János és József. Irinyi János 1817. május 18-án született, magyar vegyész, az ajtalan és robbanómentes gyufa feltalálója. Testvére József 1822. március 13-án született, hírlapíró, műfordító, országgyűlési képviselő, akinek nevéhez az 1848-as forradalom és szabadságharc híressé vált 12 pontjának a megfogalmazása fűződik. A két testvér születésének helyét sokáig homály fette, azonban az utóbbi évek levéltári kutatásai alapján mára már teljes bizonysággal állíthatjuk, hogy mind János, mind József Albison születtek. Irinyi János mezőgazdász, a Báró Mandel család nagylétai uralmának tisztartója, és Janovics Roxanda, magyarosítva Jánosi Róza gyerekeként. A családi ház már nem található meg. Helyén az Irinyi József Társaság 2002-ben egy emlékkövet, majd 2008 őszén egy több méter magas lármafát állított. A lármafa közepén Petőfi 1847. februárjában Pesten írt, Magyar vagyok című versének alábbi két sora olvasható, de semmi kincsért s hírért a világon, el nem hagynám én szülőföldemet. Az egykori családi háztól a település központja felé haladva a református templomhoz jutunk. A mai műemléképület egy kora középkori templom átépítésével jött létre. Az épületen a románkori építészet jellegzetességei ma is nyomon követhetők. Az albisiak mindig büszkék voltak falujuk híres szülötteire, ezért a református templomkertben a turulmadaras világháborús emlékmű mellett 2011-ben szobrot állítottak a fiatalabbik testvér József tiszteletére, majd 2019-ben a forradalom és szabadságharc 171. évfordulója alkalmából elkészítették és leleplezték az idősebbik testvér János Mál szobrát is. Az Irinyi család életét és útját követve a következő érmelléki állomás Bihardiószeg. Székelyhidat elhagyva biciklivel a legkönnyebben, Létavértes irányába közelíthetjük meg a települést. A Székelyhíd Létavértes határátkelő előtt 1 kilométerre balra kell letérni, ahol egy aszfaltos út vezet nyílegyenesen Diószeg felé. És hogy milyen kapcsolatban van Bihardiószeg és az irinyiek között? Erre is csak néhány évvel ezelőtt derült fény. Az utóbbi évek levéltári kutatásának eredményeként hiteles dokumentumokkal lehet igazolni, hogy az ifjabbik Irinyi, János, József és lánytestvérük Antónia bár Albison születtek, de Bihardiószegen keresztelték meg őket ortodoxnak. Az egykor görög kereskedő társaság által épített templom 1783 és 1865 közt a diószegi református templomban szemben állt a mai görög kert helyén. 2019. márciusában Bihardiószeg vezetősége tiszteletük jeléül a település központjában, közel az egykori ortodox templom helyéhez a két testvért ábrázoló interaktív szoborcsoportot állított, így emlékezve meg a forradalom és szabadságharc kiemelkedő személyiségeiről. A szabadságharc bukása után különböző irányba vezetett a két testvér élete. Józsefet halálra ítélték, de Hajnal megkegyelmezett neki. Ettől kezdve szépirodalommal és újságírással foglalkozott. 1859. február 20-án, életének 36. évében hunyt el, Budapesten a Kerepesi úti temetőben református egyházi szertartás szerint temették el. Jánost a szabadságharc bukása után börtönbüntetésre ítélték, szabadulása után visszavonult a politikai élettől és a tudományos munkásságának élt. A gyufával kapcsolatos tevékenységein kívül az új szemléletű kémia egyik legelső hazai képviselője volt, valamint jelentős szerepet játszott a magyar kémiai szaknyelv kialakításában. 1895. december 17-én hunyt el Vértesen. Thank you.
irinyiek, és különösképpen Irinyi János életének jelentős helyszíne volt Létavértes. Bihardiószeget elhagyva, a román-magyar határátkelőt átlépve, kiépített bicikliúton lehet eljutni a város bejáratáig. A határmenti kisváros, Hajdú-Bihar megyében, a nyírség déli részén, az Érmellék határán Debrecentől 25 kilométerre fekszik. Létavértesen számtalan látnivaló köthető a híres vegyészhez és Hazafihoz. Akik a legtöbbet szeretnék megtudni az idősebbik testvérről, azoknak a vértesi városrészben található Irinyi utcát mindenképpen érdemes felkeressék. Rögtön baloldalt, a 6-os szám alatti házfalán található márványtáblán a következőket olvashatjuk. Irinyi János 1817-1895. E ház volt utolsó lakhelye a nagy feltalálónak és Hazafinak. A táblát a híres vegyész halálának 60. évfordulója alkalmából a községi tanács és a Hazafias Népfront bizottsága készítette 1955-ben, az épületben ma óvoda működik. Ahogy tovább haladunk az utcán, csupán néhány lépést kell megtegyünk, és eljutunk az egykori Irinyi házhoz, melynek udvarán ma az Irinyi János általános iskola épülete áll. Ennek a kerítés beugrójában találhatjuk meg Irinyi János emlékművét. A márványfalon található bronz mellszobor 1982-ben készült el, és Ispáki József munkáját dicséri. Az udvarra belépve az Irinyi család sírkertjéhez jutunk, melyben Irinyi János sírján kívül megtalálhatjuk a család több tagjának márvány sírkövét is. Itt áll idősebb Irinyi János és felesége, Jánosi Róza, valamint gyermekük Viktóriának, a híres román publicista Josip Vulkán édesanyjának sírköve is. Akik erre járnak, mindenképpen látogassák meg az Irinyi Jánosról elnevezett kiállító termet is, melyet 2009-ben adtak át a városi önkormányzat támogatásával. A kiállító terem két szintjén az Irinyi családra vonatkozó tárgyak, fényképek, valamint helytörténeti anyagok tekinthetők meg, melyeknek első gyűjtői és gondozói Katona Ferenc, Tóth Sándor, Szabó Gyula pedagógusok voltak. A kiállító terem a hét bármely napján látogatható, előzetes bejelentkezés alapján. Létavértes a mai napig büszkén őrzi Irinyi János emlékét, óvoda, iskola, szabadidőpark és még egy 1200 féle fa és cserje telepítésével létesült arborétum is az ő nevét viseli. A fák árnyékában elhelyezett padok kiváló lehetőséget biztosítanak a felfrissülésre egy fárasztó nap vagy egy hosszú biciklitúra után. Albis, Bihardiószeg és Létavértes, három olyan település, ahol számtalan szobor, emléktábla és épület hirdeti az utódoknak, hogy itt éltek és munkálkodtak az Irinyi testvérek.